A péntek délutáni ünnepi esemény kezdetén 8 végzős osztály 153 tanulója sorakozott fel a Kulcsár Anita sportcsarnokban. Az ünnepi esemény Takács Cinti dalával vette kezdetét. Az ünnepi műsorban Iván a szavalta el Radó Lili Nem mond című versét, majd Tóth Anikó és Tóth Fanni prózája következett. Az utolsó évfolyamosok nevében Kurucz Bálint beszédében kiemelte, hogy a szalagavató napján minden apró momentum más megvilágítás kapott, pedig ez a reggel sem volt jobb, mint a tegnapi. Mégis a megszokott rituálék, a szülők mosolya azt sugalták, hogy ez egy különleges nap. A végzős diák megköszönte a pedagógusok és szüleik feltétel nélküli szeretetét és áldozatos munkáját. Kuruc Bálint hangsúlyozta, hogy a szalagról ne csupán az iskola jusson diáktársai eszébe, hanem az a hit, hogy méltók az intézmény hírnevének az öregbítésére. Az ünnepi gondolatok után elérkezett a szalagtűzés ceremóniája. Először a végzős diákok tűzték fel osztályfőnököknek az iskola jelképét, majd az osztályfőnökök helyezték el a diákok ruhájára a szalagot. Kovács Anna a Borsodabói Zemplén megyei önkormányzat, szerencsi szakképző iskola és kollégium igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a díszes szalag egy állomás jelent a fiatalok életében, ami elválasztja őket a gyermekkortól, ugyanakkor kifejezi a végzősöknek az iskola közösségéhez való tartozását. Az igazgató beszédében hangsúlyozta, hogy a szalagavató hagyomány, élmény és emlék. Idézem, hagyomány egy iskolának, amely a jövőt építi. Élmény mindazoknak, akik jelen lehetnek, valamint szimbóluma a fiatalságnak. Azonban nem az ünnepség, hanem az érettségi, a szakmai vizsgák tesznek valakit igazán felnőtté. A jelkép egyúttal figyelmeztet a közelgő vizsgákra, ami után befejeződnek a felhőtlen diákévek. A következő néhány hónap életetek legküzdelmesebb időszaka lesz, emelte ki a végzősökhöz szólva Kovács Julianna. Az ünnepi pillanatok hivatalos része Takács Cintia dalával zárult. Az osztályok külön produkciókkal készültek az eseményre, amelyek között táncelőadások és vidám bemutatók egyaránt szerepeltek a szerencsi szakképzősök szallagavató műsorában.